Sziasztok mindenki, én Kedbet Sensei vagyok, szeretettel köszöntelek titeket én is a karanténkonon. A mai alkalomra úgy gondoltam, hogy egy egészen érdekes, különleges témával készülök nektek, ami nem máshoz, mint az egyik legismertebb és legszuperebb animéhez, a Death Note-hoz köthető. A Death Note-ot sok mindenki szereti, sok mindenki utálja, sok mindenki meg úgy van vele, hogy éppen be kéne tiltani. Mint például Oroszország, ahol be is tiltották a sorozatot, mivel nagyon sok gyermek öngyilkossággal kötődött hozzá. Tényleg elég creepy a dolog, de fel kell tennünk azt a kérdést, hogy biztosan azért történt mindez, mert a Death Note-nak van valamiféle különleges, ördögi, gonosz varázsereje, hogy rávegye a fiatalokat arra, hogy megöngyilkolják magukat? Na tehát én most ezt szeretném körbejárni egy kicsikét ebben a videóban, hogy hogy is van ez, hogyan is álljunk hozzá, vagy ha ti az életetekben, akár a szülőkön, az osztálytársakon keresztül olyan emberekkel találkoztok, akik nem értik az animéket, és mondjuk találkoznak ezzel a Death Note hírrel, hogy mi történt vele Oroszországban, és hogy miért tiltották be, akkor tudjatok valamit róla mondani, hogy mégis miért nem lehet ez éppen az anime hibája, de mik azok a dolgok, amiket az animéknél valóban ki kell emelnünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy az animék sem feltétlenül lehetnek tökéletesek. Animésként nagyon sok olyan szemlélettel találkozunk, én meg tudom mondani, meg szerintem ti is tapasztaljátok, amikor olyan dolgokat állítanak az animékről, ami az rájuk nem igaz. Tehát vannak különböző tévhitek. Ezeket azért fontos tisztázni, mert ha már megvannak ezek a tévhitek, annál könnyebb egy torz képet alkotni erről az egész szubkultúráról is. Az első és legfontosabb tévhit, amit úgy gondolok, hogy a Death Note megítélésében is szerepet játszik, az az, hogy az anime gyerekmese. Miért gyerekmese? Mert rajzolt. Ugye ez egy sztereotípia, de mi nagyon jól tudjuk azt, hogy attól, hogy valami le van rajzolva és mozgóképek segítségével láthatjuk a vásznon, az nem azt jelenti, hogy kifejezetten a gyerekeknek készül. Jó? Nagyon sok olyan rajzfilm van, ami gyerekeknek készül, de például a Death Note és még ezen kívül nagyon sok anime nem gyerekeknek készül. De nem kell az animék világáig se elmennünk, elég megnéznünk a South Parkot, a Family Guy-t, a Rick és Mortyt. Hát nem hiszem, hogy esetleg, ha vannak közöttetek gyakorló szülők, ezeket nézetnétek a gyereketekkel. A másik durva tévhit, ami miatt nagyon sok ember szemében kringék lesznek az animék, az az, hogy az anime egy mesepornó. Ugye ez főleg akkor szokott előfordulni, hogyha az illető tényleg szörfel olyan helyeken, ahol pornóval találkozik, és ott bead olyan pornókat is, amik valóban anime rajzolással készülnek. De tudnunk kell azt, hogy az animéknek a hentai az nagyon kis százalékát teszi ki ahhoz képest, amennyi anime létezik a világban. És éppen ezért nem bölcs dolog minden animét a hentai-jal azonosítani, még egyébként akkor sem, hogyha tényleg nagyon sok animében vannak szexuális elemek. Ezek egyrészt azért vannak benne, hogy a humor eszközei legyenek, másrészt pedig, mivel a japán társadalmi helyzetben növelni akarják a népszaporulatot, így ennek segítségével is próbálják ezt megvalósítani. A következő tévhit általában vallásos közösségeknél fordul elő, mégpedig az, hogy az animék valamiféle gonosz, démoni erővel áthatott entitások, dolgok, amit hogyha megnézünk, akkor azok elviszik a lelkünket, a szívünket, jó persze nem a szószoros értelmében, de valahol erről van szó tulajdonképpen, mert hogy nagyon sok olyan dolog van benne, hogy ugye a démon urak, vagy éppen a démon a főszereplő, vagy nagyon sok esetben kötődik tényleg az ősi pogány kultúrákhoz. De tudnunk kell azt, hogy ezeknek csak az elemeit veszi át, és nem arra akar bennünket sarkalni, hogy mi ezeket az ősi pogány kultúrákat gyakoroljuk, hanem, mivel ezek már át vannak alakítva az animébe egy ilyen élvezhető cselekményvázzá, ezért a fantasy, az isekai és nagyon sok egyéb anime koncepciójaként is szolgálnak, mert vagy vicces lehet, vagy nagyon epik lehet, vagy nagyon látványos lehet. Van még egy olyan feltételezés is, miszerint az animéktől deviánsan viselkedsz, tehát visszamaradsz a fejlődésben, túlságosan gyerekes maradsz, illetve előhoz belőled olyan pszichés betegségeket is, ami később az életedben azért elég nagy súllyal fog bírni. Na, ez sem igaz, sőt, ennek inkább az ellenkezőjét tudom mondani. Nagyon sok anime pontosan az üzenete miatt képes arra, hogy kihozzon a depiből, semmint hogy belevigyen. És mivel az anime egy szubkultúra, tehát egy kisebb kultúra, ami az egész köré szerveződik, ezért volt régebben egy olyan megítélés, én ennek olvastam utána, vagy utána olvastam, nagyon jó magyartosan megfogalmaztam, gratulálok magamnak, tiszteletbeli magyar tanár vagyok. Hát régen azt mondták, hogy a szubkultúra az ilyen lázadó ellenkultúra, hogy folyamatosan csak az ellen mozgolódunk, ami van a világban, és valami teljesen mást akarunk elérni azzal, hogy mi elvetünk minden hagyományt, mindent felborítunk a feje tetejére. Természetesen ma már ezt nem így értelmezzük hivatalosan.
Szóval, ha azt mondod, hogy egy szubkultúra része vagy, az nem azt jelenti, hogy minden mást megtagadsz, hanem azt jelenti, hogy te ebben a bizonyos csoportban vagy létezel, mozogsz, működsz és jól szórakozol a társadalmon belül. És hát ezek után most szeretném bemutatni nektek azt a cikket, csak dióhéjban, amiben leírják azt, hogy miért is tiltották be a Death Note-ot és még pár animét Oroszországban, hogy milyen esetek történtek. Ezt itt láthatjátok, én most itt legörgetem nektek, nagyjából szalagcímeket el tudjátok olvasni. Igazából annyi a lényege, hogy nagyon sok gyerek, aki öngyilkosságot követett el, olyan 10 évesek, szerették az animéket, volt otthon Death Note mangájuk, vagy volt egy olyan helyzet, amikor azt mondta, hogy Watashi wa Kirai, és akkor utána meghalt, nagyon titokzatos körülmények között, és akkor ebből kifolyólag következtetnek arra, hogy igen, akkor biztos, hogy az anime okozta ennek az embernek, ennek a fiatalnak a halálát, mert hogy ezt nézte. És akkor ráadásul még azt is hozzáteszik, hogy amúgy a gyerekeknek a szülővel is jó viszonya volt, tehát hogy még annak a feltételezését is kizárjuk, hogy valószínűleg azért lett öngyilkos, mert a családi háttere nem volt elég jó. És akkor ilyenkor merül fel bennünk a kérdés, hogy hát akkor miért lett? Miért, ha nem az anime miatt? És ez most lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik, mintha én próbálnám menteni a Death Note-ot, vagy az animék világát így ezzel. Valójában ezt is csinálom, de tényleg olyan okokat szeretnék felsorakoztatni, amik az animék nézése mellett előfordulhatnak, különösen fiatalokban, különösen olyanokban egyébként, akiknek még marhára nem lenne való az, hogy megnézzék a Death Note-ot, ami egyébként azért, ha jól emlékszem, vagy 16, vagy azért 18 pluszos is. Mert hogyha valaki nem tud jól nézni egy animét, akkor annak félreérti az üzenetét, hülyeségeket kezdhet el csinálni, és így tovább, és így tovább, és a végén tényleg odáig fajulhat a dolog, hogy azt gondoljuk, hogy hát igen, biztos az anime miatt halt meg. Mert hogy tapasztalt anime nézők nagyon is jól tudhatjuk, hogy az anime lehet egy nagyon csinos kis menekülési pont az életben, egy olyan helyzetben, amikor szakítottál a barátnőddel, rossz a viszonyod a szüleiddel, nem megy a tanulás, nem találod a helyedet, és az animében ugye minden tökéletes. Különösen ugye, ha megnézzük a mostani más világban reinkarnálódós animéket, ugye ez a jelenkori iszekai koncepció, amikor tényleg arról van helyzet, hogy le van terhelve a munkahelyén, és olyan középszerű életet él az illető, de amikor meghal is belereinkarnálódik egy új világba, ahol a fantasy törvényei uralkodnak, és ő lehet egy nagy hős, ugye például a slime-os animében egy egész világépítő erővel rendelkezik, skilleket sajátít, hát persze, hogy sokkal jobban tetszik ez nekünk. És ez a feeling, ez megvan egy romcomnál, megvan egy horror animénél, megvan nagyon sokféle más koncepciónál is. Aztán azzal, hogy mivel az anime Japánból érkezik, azért nyugaton nem feltétlenül, hogy annyira sokan azonosulni tudnak vele, vagy egyet tudnak vele érteni, akár a mondani valóval, vagy akár a megjelenítéssel, a humorral, a karakterrajzolással, mert ugye hiába olyan kis cukik a karakterek, ez nem azt jelenti Japánban, hogy csak gyerekeknek készülnek, mert a cukiságnak ott van egy etalonja, ami nálunk nem feltétlenül úgy van meg, ahogy megvan. Na és akkor pont ezért sok gyerek él át egyfajta kiközösítettséget is az iskolában a barátok között, hogy hát mi ez a vacak, amit te nézel, mi az, hogy anime, hagyjál már, nem vagy te normális. Azért egy pozitív dolog az, legalábbis én végeztem nemrég egy ilyen kérdéves kutatást erről az egészről, hogy már nem feltétlenül nézik le azt, aki animézik, tehát egyre inkább kezd el, nem is azt mondanám, hogy meghonosodni az anime, hanem sokkal inkább kezdik megérteni az emberek, hogy akár ez az illető mit szerethet benne, vagy hogyha még nem is értik meg, akkor inkább lesajnálják az egészet úgy, ahogy van, élje a maga kis életét. Ugye sajnos, hogy hál' Istennek ez most már jellemző a mi társadalmunkban is. Aztán ott van még a függőség, a teljesítménykényszer, az üzenetek félreértése, ami ugye az animéből jön, vagy éppen a szexuális túlfűtöttségnek a leutánzása, és stb. Na és akkor mi a megoldás itt? Tehát ugye ezek előkerülhetnek, elő is kerülnek, lehet, hogy éppen benned is előkerültek már. Hogy tudsz ezek ellen küzdeni? Hát egyrészt úgy, hogyha elsősorban azt érted meg, hogy mi az az üzenet, ami pozitív lehet az animéből, ami építhet téged, segíthet, hogy megtaláld önmagadat. Mert ugye alapvetően ez lenne a funkciójuk. Mert mindig, amikor egy anime, én azt tapasztaltam, egy negatívumot bemutat, vagy egy ilyen rosszat, vagy bármit, az azért van, mert felvázolja azt, hogy igen, a világban ilyen is lehet, de nem kizárólagosan, hanem szépen meg van bújtatva az az üzenet, amivel nekünk ahhoz találkoznunk kell, hogy minden okés legyen. És itt jön képbe az, amit én a tanári hitvallásunknak is gondolok, hogy tudatosan neveljük a gyerekeket. Mit is jelent ez?
nem azt jelenti, hogy minél több információ anyagot tömjünk a fejünkbe az animékről. Tehát tényleg vannak ezek az elképzelések, nem, hogy milyen jó lenne az, hogyha a suliban tanítanák az animéket, hogy van a shoujo, van a shounen, mit jelent az anime, de azért nem gondoljuk, hogy egy kicsit túl lekategorizálnánk így ezt az egész dolgot? És már nem lenne olyan élvezhető, mint ami eddig volt. Szóval én kezdő pedagógusként én azt tudom mondani, hogy itt a megoldás nem más, mint az anime tudatosságra való nevelés. Ugye van egy szinonim fogalma ennek a média tudatosság, amikor a szülő felügyeli, hogy mit néz a gyereke, irányítja ezen az úton, és gyakorlatilag tényleg vezeti, hogy majd a későbbiekben maga a gyerek is képes legyen egy önálló véleményt alkotni arról, hogy igen, amit most látok, ez most helyese, és amit most látok, az most éppen nem helyes. De mivel nagyon sok szülő nem ismeri ezt a fajta szubkultúrát, nem járt a japán kultúrában, idegenként hat ez az egész, és csak azt látja legfeljebb, hogyha bebenéz, miközben a gyereke nézi a szobában az animét, hogy fú, de cuki kis karakterek, és közben nem látja, hogy mit csinálnak valójában ezek a karakterek, vagy éppen milyen komoly és a gyerek számára feldolgozhatatlan üzeneteket hordoznak, na akkor van a szívás. És ugyanez volt a South Parkkal, ugyanez lehet a Family Guy-val, vagy a Rick és Morty-val, vagy még sorolhatnánk azokat a nyugati rajzfilmeket, amik valóban nem tesznek jót a gyerekeknek, hogyha nincs meg hozzá a kellő alapuk. Na most volt egy ilyen helyzet ugye a SpongeBobnál, vagy annak idején a Dragon Ballnál is, hogy meghaltak miatt a gyerekek, mert SpongeBobnál is hát Csórikán be akart ugrani a vízbe, hogy megnézze, hogy bikini felé valóban létezik-e, találkozni SpongeBobbal, Tunya Csáppal, Patrikkal, fú, ez micsoda buli az egész, csak éppen ugye az a helyzet, hogy ez nem így működik. És így elgondolkozol rajta, hogy ahhoz, hogy egy gyerek már így gondolkodjon, lehet, hogy jó viszonyban van a szüleivel, lehet, hogy foglalkoznak vele, de hogy tanítgatni tanítgatták-e? Hát nem, vagy éppen nem eleget. Tehát az anime tudatosságnál is azért itt szerintem fontos szempont nekünk is most fiataloknak, akik egyszer családot fogunk alapítani, és lesz egy gyerekünk, vagy több gyerekünk is, akiknek mondjuk meg akarjuk mutatni az animéket. Tudjuk, hogy milyen animékkel kezdjünk, tehát nem véletlenül, hogy van a Kodomo kategória. Ott van nagyon sok szép Ghibli anime movie, aminek természetesen, ugye a Totorót szoktuk mondani, természetesen van egy olyan mögöttes üzenete is, hogy hát a halálisten elrabolja a gyerekeket. Felnőttként ezt már megérted, gyerekként még nem biztosan. Minden esetre vannak azok az animék, amik kifejezetten a gyerekeknek valók, pontosan azért, hogy belevezetődjenek ebbe a világba, és ebben még talán úgy nincsenek olyan információk, üzenetek, amiket ők ne tudnának feldolgozni. Max a kulturális különbségek miatt lehet ez egyébként, tehát hogy más kultúrában nevelkednek a japánok, mi is más kultúrában nevelkedünk, így nehezebb elsajátítani ezt az egészet, már csak maga miatt a nyelv miatt is, ugye, hogy kisgyerektől, hogy várhatod el ugye magyarul beszélő gyerektől, hogy megértse a japán szöveget, mi jó, nem biztos, hogy arra fog odafigyelni, megtetszik neki a rajzolása, a karakterdizájn, stb., de igen, érdemes talpon lenni ebben a témában. És miután ugye megadta a szülő ezt az alapot, ezután alakul ki később a gyerekekben is egy olyan hozzáállás, hogy igen, most már tudom azt, hogy mennyit nézek, miből nézek, mi az, ami nekem tetszett. Tehát egy ilyen önkontroll ebbe az egész dologba, hogy ne legyen az, hogy csak belemenekülök ebben a világba, mert az szerintem senkinek se jó. Mert ugye alapvetően ennek az egésznek az lenne a célja, ami az animékben is ott van, találd meg az álmaidat, a neked való társat, munkát, hivatást, legyél egyre kreatívabb, meg tudjál nyilvánulni, mert kifejezni önmagadat, és még nagyon-nagyon sok minden más. Na most mindezek az információk, mindezek a mondanivalók addig nem fognak benned működésben lépni, ameddig nem hagyod. És ehhez vissza kell lépned az animék világából ahhoz, hogy a valóságban is mindent megtegyél az ügy érdekében. És egy nagyon fontos dolog egyébként, ami sajnos a suliban sincs meg mindenhol, hogy tudjam azt, hogy az animék fikcionált valósága, tehát minden, amit kitalálunk, az egy teljesen más valóság, mint amiben mi élünk. Más szabályok irányítják, sokszor más erkölcsi szabályok is mozgatják ezeket a világokat. És ez alapvetően nem baj, mert az embert hajtja ez a mi lenne, ha érzés. Tudjuk, hogy a mi világunkban ez van, de mi lenne, ha nem így lenne? Ugye ebből fakad egy nagyon egyszerű példa, a lila tehén példája. Tehát valóságban sehol nem fogsz egy lila tehenet látni, a reklámban mégis látod, mert ez egy önálló külön fiktív világ. Na így van ez az animékben is. Nem kell azonosítanod a valósággal, mert ebben pont ez a jó, hogy valami mást kínál fel.
Na én tehát azt gondolom így végül, hogy ha ezeket megértjük, ismerjük és továbbadjuk, akkor szerintem egy egész jó képet tudunk erről kapni, és meg tudjuk érteni azt, hogy nem feltétlenül az a megoldás, hogyha az animéket kezdjük el magukat okolni amiatt, hogy mondjuk öngyilkos lett a gyerek, hülyeséget csinált, depressziós lett, és éppen pont mangája van, vagy animéje van, hanem látni kell azt is, hogy nem biztos, hogy jól volt az életben vezetve. És hogyha van olyan személy, aki ezt a vezetést az életben csinálja, átveszi, folyamatában felügyeli, na akkor éri el azt az anime, amit el kell érnie. Így nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek róla, nekem az a véleményem, hogy nem volt jó ötlet betiltani a DevTodot, mert egyébként egy remek mű, én is nagyon szeretem, bizonyára ti is nagyon sokan szeretitek, és hát mi lenne a helyes megoldás, én felvázoltam egy alternatívát, szerintem ez egy jó működő dolog, döntsétek el ti, hogy mit gondoltok róla. Mindazonáltal én ennyit szerettem volna mondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, én Kedbet Sensei voltam. Sziasztok, további szép napot nektek!